Jó estét kívánok! Jó estét! Már napok óta beszél mindenki erről az ügyről, meg erről a találkozóról, de még mindig egy kicsit homályos, hogy tulajdonképpen hol is volt, kinél is volt, kiknek a társaságában volt, és ott miről beszéltek, és mi vitte oda, és miért a pártja háta mögött, hogyha így volt. Tiszta vizet öntene ebbe a pohárba? Nem nagyon tudok, mert itt ilyen királycsináló beszélgetésről van szó. Én semmilyen királycsináló beszélgetésen nem voltam, különösen azért, mert engem rendkívül irritál, amikor fölnézek a budai várba, hogy ott épül valóban egy királyi palota a miniszterelnök úrnak. Ezt mindenkinek számára javaslom, hogy nézzen oda. Nem csak felújítanak egy épületet, hanem épül is egy épület. Én semmilyen királycsináló találkozón nem vettem részt. Én nagyon sokszor elmondom, amikor megválasztottak nyáron, és amikor újra választottak most is a pártban is elmondtam, idekinti sajtóban is elmondtam, hogy beszélni kell az ellenzék tagjaival. Jobb oldaltól bal oldalig nagyon sok ellenzéki vezetővel beszéltem. Ezeket nagyon fontosnak tartom, és sajnos elég unalmas beszélgető partner vagyok, mert nagyjából mindig ugyanazokat mondom el, mint amit itt is elmondok. Az pedig az, hogy próbálom megértetni a kollégákkal, hogy kettő célnak kell együtt lenni. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy le kell váltani, itt is hallottam, hogy le kell váltani a jelenlegi kormányt 2018-ban. Ez egy rendkívül fontos dolog. Én azt is hozzátettem, hogy ha ez nem történik meg, tehát nem lesz 50%-nál kevesebb ennek a kormánynak, akkor én nem fogok beülni ebbe a parlamentbe semmiképpen se. Tehát egyszer le kell váltani, de nagyon lényeges, hogy még egy célnak kell lenni, az pedig az, hogy nem csak a mostani kormányhoz képest, hanem az azt megelőző kormányokhoz képest is egészen új politikát kell végezni. Tehát ezeken a beszélgetéseken az egyik, amit el szoktam mondani, ez, és hogyha még kihasználhatom ezt, hogy most ilyen dolgokról kell beszélni, akkor hagyd mondjam el a másikat is. A másik pedig az, amit mindig hangsúlyozok, hogy a választási rendszeren el kell gondolkodni. A választási rendszer ezzel sebből vérzik, leginkább ami legtöbbeknek megérthető, és ami az egyik legfontosabb, hogy több százezer magyar állampolgárt egyszerűen kizárnak a választásból azzal, hogy aki külföldön dolgozik, az gyakorlatilag nem szavazhat levélben. Köszönjük, hogy ezt mi is meghallgathattuk most. Hétfőn Szél Bernadett már elmondta, és utalt erre, hogy ez az ön vesző paripája. Igen. Arra a kérdésemre viszont nem válaszolt, hogy milyen találkozóról lehet itt pontosan szó, akkor konkretizáljuk, ugye tehát a Lengyel László szervezésében jött létre egy találkozó, ahol bármiféle potenciális ellenzéki összefogás összes résztvevője ott volt, kivéve a DK-t, ha jól értjük. És úgy tudjuk pártársaitól, hogy ön valóban beszámolt utólag arról, hogy részt vett valami olyan találkozón, amire ez a leírás illik. Látszata ellenére én viszonylag egy megbízható ember vagyok. Ugye egy néhány párt gyűlésről már beszámoltam olyan politikai ülésekről, amelyek zárt körűek voltak, olyan megbeszélésekről, amelyek zárt körűek voltak, a szekszárdi Fidesz frakciónak a ügyeit be kellett mutatnom, hogy a trafikokat hogyan osztogatták el, illetve néhány hete be kellett mutatnom, hogy a miniszterelnök cégével, a miniszterelnök vejének a cégével hogyan üzleteltek úgy. Köszönöm hogy szépen, már, hogy a második olyan választ adja, ami az általános tevékenységében nyújt bepillantást a számunkra. Arra a konkrét kérdésre viszont kitartom, hogy nem válaszol. A kérdésére válaszolok, tehát amit tudok rá válaszolni, azt válaszolom. Tehát vannak olyan megbeszélések, amit el kell mondani, amikor a miniszterelnök vejével üzleteltek 2 évvel azelőtt, hogy az üzlet megvalósult, és már akkor megbeszélték, azt el kellett mondani. És ön ezt a hangfelvételt nyilvánosságra is hozta. Visszatérve Lengyel Lászlóra és az összeesküvésre. Mondom még egyszer, királycsinálásról és összeesküvésről nem tudok beszámolni. Beszéljünk a kávéról, amit megittak valahol. Vannak olyan, én még kávéra sem emlékszem. Jó, akkor nem a kávéról beszéljünk. Ki volt jelen Lengyel Lászlónál, mi volt a helyszín, miről volt szó? Pontosan azon kívül, amit ön a választási rendszerről minden adandó alkalommal elmond. Igen, tulajdonképpen elmondtam mindent, tehát vannak olyan megbeszélések, amelyikek zárt körűek, és azok nem feltétlenül a sajtónak. Tehát volt egy olyan konkrét megbeszélés Lengyel Lászlónál, ami zárt körű volt, és nagyon nem szeretne erről bővebbet mondani, jól fordítom? Én beszéltem Lengyel Lászlóval, és beszéltem ellenzéki vezetőkkel is. És beszélt Lengyel Lászlónál az összes ellenzéki vezetővel a DK kivételével?
Én beszéltem ellenzéki vezetőkkel, és Lengyel Lászlóval is beszéltem, és azt is elmondtam, hogy miről. Tehát én szerintem ehhez képest túl sok jó, hát olyan következetesen kerüli el a kérdést, hogy ebben benne foglaltaték a válasz, akkor másképp teszem viszont föl, hogy tényleg arról folyik ellenzéki berkekben a diskurzus. Most akár ezek kávé mellett egy értelmiségi szalonban történnek, akár más körülmények között, hogy hogyan lehetne Gyurcsány Ferencet, vagy akár az egész DK-t valamiképpen kiiktatni az ellenzéki összefogásból? Én nem tudom, hogy miről zajlik ellenzéki vagy pártberkekben a diskurzus. Azokon viszont, a beszélgetéseken, amelyekre az előbb utalva mondta, hogy részt vesz. Azt viszont nagyon-nagyon fontosnak tartom, amit szintén elmondok kifele is sokszor és belső beszélgetéseken, hogyha az ellenzék a következő, most már bő egy évben, mert nem sokkal több van, egy év van a választásig, arról fog beszélni, hogy egymást minősítgessük, vagy egymással kivel és hogyan fog, milyen szövetségben, milyen technikákkal, hogyan, és nem pedig arról, hogy milyen garanciákat tud adni, hogy az egész elmúlt évtizedekhez képest lehet újat hozni, nem csak ehhez a kormányhoz, hanem az egész következő vagy megelőző évtizedekhez képest, akkor az egy borzasztó nagy elhasalás lesz 2018-ban. Most is 3 nap elment ezzel. Tehát most ugye ez volt, ön is ezt kérdezi, már hétfőn Szél Bernadette ezt kérdezték, erről beszélgettünk. És ön tudta is, hogy ma este például erről fogjuk kérdezni, akkor az utolsó ilyen típusú kérdést tenném fel. Hát, ha erre válaszol, hogy egy Gyurcsány Ferenc nélküli demokratikus koalíció, vagy egy Gyurcsány Ferenc nélküli baloldal önnek személy szerint szimpatikusabb lenne? Én annyit tudnék mondani, ezt is nagyon sokszor el szoktam mondani. Még egyszer mondom, nem minősítgetem, nem jó, hogyha az ellenzék egymást minősítgeti. Azt azért szerintem, ha sokan elgondolkodunk, akkor azt elfogadhatjuk, hogy a ellenzéknek most igazán egy stratégiának kell lenni, kormánypárti szavazókat kell megszólítani. Tehát nem azt kell csinálni, hogy a meglevő szavazókat kéne osztogatni, vagy nem, hanem kormánypárti szavazókat kéne magának megnyerni. Erre én szerintem nem feltétlenül a korábbi miniszterelnök a legjobb megoldás. Ennyit tudok erről mondani. Ebben az egész ügyben, hogy beszélte és kivel, láthatóan az ön pártján belül is azért vannak viták, feszültségek, ha mással nem, akkor Siffer Andrással, aki ezt valamennyire nyilvánossá is tette, volt önök között személyesen is szóváltás az ügyben? Nem volt szóváltás. Megint csak azt tudom mondani, hogy vannak olyan belső dolgok, amiről én nem feltétlenül beszélek. Én nagyon fegyelmezett voltam a Fideszben, és minden, egy kicsit más szégyellem is, hogy túl fegyelmezett voltam. Köztörvényes bűncselekményeket meg kellett mutatnom az országnak. Nem történt ilyen az elmúlt hetekben, hónapokban egyetlen olyan beszélgetésen sem, mint részt vettem. Tehát akkor ezt úgy lehet dekódolni, hogy voltak ezzel a találkozóval kapcsolatban kellemetlen beszélgetései a pártban, de nem tartja okos. Nem. Hogyha ezeket kifecseki. Van-e alapvető nézet? Nem voltak. Van-e komoly nézetkülönbség a párton belül ön és mások között abban a tekintetben, hogy kell-e ennyire mereven elzárkozni egy más baloldali pártokkal való együttműködéstől? Alapvetően abban nem hiszem, hogy nézeteltérés van, amit mindig elmondok és amit teszek. Ebben teljes az egyetértés, hogy beszélgetni kell az ellenzéki pártoknak, és abban is egyetértés van, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy 2018-ban kormányváltás legyen. Nem tudok ezen kívül bármilyen más töréspontot. Tehát Siffer Andrással sincsen önök között komoly koncepcionális eltérés ebben a tekintetben? Nincsen, mert András ugye egy Siffer András egy tanácsadó, a jogi tanácsadónk nagyon fontos tanácsokat ad. Gyakorlatilag ma már politikáról nagyon sokat nem szoktunk beszélni. Tehát azért nincsen nézet különbség, mert már keveset beszélnek, és neki már kicsi a szerepe a pártban. Nem tudok komoly nézetkülönbségekről. Van egy olyan koncepció, amiről Haraszti Miklós beszélt az elmúlt évben már több alkalommal, hogy a választási rendszer, ami szerinte is rettenetesen alkalmatlan, csak alapjaiban megreformálható, és hogy egy általános bojkottot kéne az ellenzéki pártoknak szervezni erre, még a Jobbikot is belevéve az együttműködésbe. Haraszti Miklós azt mondta itt az ATV egy másik stúdiójában, egy másik műsoromban, hogy önnel együttműködik ebben a kérdésben, ön felvállalta ezt a koncepciót. Aztán később kérdeztem egyszer erről Szél Bernadettet, aki viszont semmit nem tudott erről, és azt mondta, hogy szó sincs arról, hogy a Jobbikkal együttműködnének, vagy ezt a gondolatot egyáltalán megfontolnák, vagy választási bojkotról lenne szó. Nem voltam ott ezen a beszélgetésen, tehát nem tudom azt megerősíteni, hogy Szél Bernadett erről semmit nem tudna. Arról, hogy bojkot lenne, abban vannak, vagy bojkotnak a
fogalmáról mennyit kell beszélni, arról el lehet gondolkodni. Én azt hiszem, hogy ennek nincs meg a realitása. Annak megvan a realitása, hogy az ellenzéknek kőkeményen kellene azon dolgoznia, hogy a választási rendszerrel foglalkozzunk. Még egyszer mondom, amit legjobban megért mindenki az, hogy több százezer magyar ember egyszerűen nem mehet el szavazni, amíg a délvidéki meg az erdélyi emberek elmehetnek, Igen, tehát ön azt mondja, és van ebben logika, hogy mindenki szavazhasson levélben. Ha ezt megoldják, akkor elfogadható a választási rendszer egészen, mert Haraszti Miklós pont azt mondta, hogy ha ilyen részletkérdésekben belemennek az egyezkedésbe, ezzel legitimálják azt a rendszert, aminek az egésze elfogadhatatlan. Nem, ezen kívül nagyon sok minden mással kellene foglalkozni. Foglalkozni kellene például a kamupártokkal is, és foglalkozni kellene ugye az aránytalansággal is. Tehát ebben is egyébként nagyon el kell menni akár egy Jobbikkal közös bojkottig. Nem látom ennek az esélyét jelen pillanatban. Tehát mi beszéltünk pártokkal. Én abban azt látom, hogy nagyon sok párt eléggé látja a problémát, elég egyértelműen látja a problémát, nem biztos, hogy elég egyértelműen látja azt, hogy ezért milyen fontos tenni. A bojkottnak jelen pillanatban nem látom az esélyét, de kizárni sem lehet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.